Jaj, mi újság? Anya, húzd ki minket! Hát, de már is megyek, leteszem a kamerát először. Húzd ki minket! De miért van az, hogy Oliver, te mindig befekszel az etető alá, és ott szenvedsz? Mi a terv? Mi a terv ezzel itt, kérem szépen? Anya! Hát, sziasztok! Ismét jelentkezem a csatornámon egy újabb napi vloggal. Olivérék éppen játszanak a szék alatt, én megpróbálok rendet tenni, mert akkora káosz uralkodik a lakásban, de az, hogy ezt annyiszor mondom nektek, hogy ezek alapján szerintem azt hihetitek, hogy milyen kupiban élünk folyamatosan, ami igazából félig meddig igaz is, mert ja, Jézusom, eldöntöd az asztalt. Jaj, na hát ilyen traumákban élek én itt folyamatosan. Szóval ez ilyen hullámzó, minden nap van kupi, minden nap van rend, és akkor ez így, valamikor így, valamikor úgy, de minden nap van pakolás, takarítás, mosogatás, hát tudjátok, mint egy ilyen normális háziasszony és anyuka a teendői között ezt felsorolható. Szóval, welcome, és hát történjen, aminek történnie kell a mai nap. Én vagyok a kicsi pók. Hogy csinál? Szórakoztató ipar továbbra is működik itthon. Amik új fejlemények, vagy nem új fejlemények, de ma a történések Dani, reggel. Dani szoba tiszta lett. Dani szoba tiszta lett. A Dani egyre lustább. No! Nem igaz. Ezt a trehány lakás, nem tudom ki a házvezető asszonyom, de ilyen trehányságban rég éltem. Jól van, persze. Nagyon sok mesélnivalón van, sok minden történt. Olikával kapcsolatban, hogy hogyan alszunk, hogyan nem alszunk. De most csak annyi, hogy reggel már futottam. És egyre gyakrabban ráveszem magamat arra, hogy reggel sportoljak. 8 órakor elindultunk Olival, egy fél óra fért bele, de az is több, mint a semmi. Ő beszundított egy picit, mert persze éjszaka, akkor így be nem tudom, minek mutatom őket, nem is lényegesek. Szóval éjszaka megint nem aludt olyan jól. Aztán itthon hagytuk Olikát, jött egy kis segítség, aki vigyázott rá, mi pedig elmentünk a The Big Fam YouTube csatornánkra forgatni, én nagyon jót, úgyhogy zajlik az élet, most ebédeltünk, és most itt vagyunk, úgyhogy így csatlakoztatok most ti be a mi kis napunkba. Mi a véleményed Oli alvásáról? Szerintem most altassuk el, és utána tudsz nekik mesélni róla, hogy mi de van. De mi lenne, ha te mesélnél? Ja. Ha mostanában Oli, azért te is igen. Oli csak... alvása egy hónapja teljesen felborult, és esténként... És az a durva, hogy ez már több, mint sokkal több, mint egy hónapja, csak már nem is tűnik fel. Ez a legújabb szórakozás. Kifolyik a nyálad, és pont belefolyik a számba. Még, ez a még. Meg fog, ezért szerintem ezért ráncosak a szülők meg az öreg szülők, mert ezt csinálják. Én nem hiszem, hogy ezt csinálják. Ez csak nálunk ilyen szerintem. Akkor ezért ráncosodom. Igen, inkább még. Inkább adj egy puszit. Tudsz puszit adni? Jaj, de szeretem! Már nem is alszik rosszul. Igen. Szóval Olivier ilyen cuki dolgokat tud csinálni. Belelget, magyaráz. Nagyon mondja a szavakat, az elejét, meg a végét, össze-vissza, hablatyolgat. Meg apa is. Na jó, hát akkor ezek szóval nem tudjuk meg, hogy Oliver hogyan alszik, de továbbra is az van. Tudjátok, melyik a legújabb szava? Állj! Oli, elmegyünk aludni? Nem. A nem. A leggyakrabban elhangzott. Hát ugye eddig volt a... Jaj, te itt vagy. Oli, eddig volt a nye. Adsz egy puszit. Fúj, de nyálas! És a legfinomabb még is. És Oli, megyünk aludni? Ja. Megyünk aludni? Ja! Megyünk aludni? Sziasztok! Apa, megy aludni? Te is mész aludni? Ja! Ne! Ne támadd meg őket! Hát ez nem hiszem, hogy ez működik! Olivér! Most akartam kérdezni, hogy milyen átverésről beszéltél? Hálátra azt akartam, hogy ne essen le a gatyája, de egyben jól érezze is magát. Ezt mondja nekem, ez eddigi életem legnagyobb átverése. Oli, állj! Oli, állj! Várjál, Oli! Oli! Hiszem el. Te magadat szórakoztatod? Hát, hogy mondta, hogy nem jó. Mondtam, hogy mennyire király dolgot találtam ki, és fel se néz. Tudod, hányat mutatok így napjában, csak nem nézel ide? Igen, mert én dolgoztam. Jaj, gyere már! És annyi hülyeséget csinálsz, hogy nem mindegyikért érdemes felnézni őszintén. Mindet érdemes megnézni. Nem. Csak ilyeneket csinálok. Nem, arra mire nem.
Egyébként, ha már így el kell, Oli, akkor ezt meg akartam nektek mutatni. Aj, mint egy játszóha! Ne, leállított a mosógépet! Oliver! De sötét van benne. Amúgy, meg te mit csinálsz itt? Mit csinálsz? Ne kapcsold ki a gépet, tehát elromlik! Gyere ki, gyorsan! Gyorsan gyere ki most! Nagyon mérges vagyok. Gyorsan gyere ki! Leállította a gépet. Miért? Eddig mindig csak megállította, azzal nem szokott gondolni, mert újra lehet indítani, de most kikapcsoltam, most nem tudom mi van. Ne, a kávém! Oliver! Egy másodpercre meg lehetne, hogy nyugodjunk, létszik. Ez valami, ez amúgy egy nagyon jó találmány szerintem. Ne, a telefonom! Halló! Na jó. Úristen. Hú, gyerekek, ez komoly ez a nap. Szóval itt vannak az új szerzemények. Az volt a tervem és ötletem, hogy ma megmutatom nektek, hogy milyen újdonságok vannak a lakásunkban, miket szereztünk be Olinak, magunknak, ilyesmik. És az első dolog, ami így szembe jött velem, hogy... Ezt tudjátok mi? Mi? Úgy néz ki már a lakás, mint egy tanösvény. Nem igaz. Amúgy ez nagyon király, és ahányan jöttek eddig hozzá, mindenki azt kérdezte, hogy ez a tiéd vagy Oli? Szóval... De nem, na, abban is látszik, hogy semmibe se néznek, hogy ilyen dolgokat. Hát de mi a lábad csinálok. Miatt, tudod, a sérült lábad miatt kérdezték, hogy ez ilyen fejlesztő. Amúgy tényleg praktikus rá, és fejlesztő. És nagyon jó, és mindenki jár kár rajta, amikor jön hozzánk. Hát és arra nem beszélve, hogy Olinak nagyon segíti a kis lábboltozatának a kialakítását, úgyhogy igen. Jaja, mert amúgy, ha nem akarna rajta, akkor nem kéne, hogy járjon. Tehát muszáj, hogy járjon rajta, mert a nappali közepén van. Nem kötelezem rá, pont ez a lényeg. Hogy hát muszáj rá menni, ezért megy rá mindenki, mert nem fér el. Nem, mert nagyon színes és tök jó érzés. Na, mindegy. Mutass még valami újdonságot. Gyertek. Hova megyünk? A lakásunk, hogy éke, ez az új táblánk, nagy család, anya, apa, Oli. Nagyon szép, ugye, nagyon milyen kedves. Rami leteszi a leírásba, hogy honnan van. Igen, mindent le fogok tenni, mert megelőzöm azt, hogy megkérdezzétek, mert általában mindig ez van. Elfelejtem, hogy honnan vannak a dolgok. Na már, Dani. nem hiszem. Inkább el kéne venni ezt a cumit, nem még puszba rákötni, na mindegy. Mi a következő? Hát felkapcsolja a lámpát, mint hogy felhúzza a redőnyt. Mert nem szeretném felhúzni. Borzasztó, borzasztó. De Olivernek aludnia kell. Hát tudom, hogy nem működik. Ja, mert nem lesz vele elemet. Elem. Már szóltam többször, és azt mondtad, hogy jöjj, ez hát ebből is én jövök ki rosszul. Mondjuk ez a te videód, itt te vagy most a szuperhős, ugye? Na mindegy. Azért nem húztam fel, mert Olinak aludnia kell, és gondoltam, akkor nem húzzuk nem fel. Hát tudod, meg eljött. Állj már meg! Nagyon idegesítő. Ajaj, oké. Szóval rendeltem neki egy magasságmérőt. Oliver, nem lehet ilyen akaratos. Most mi szereplünk és nem te? Ez mit szólsz? Te amúgy mi lenne, ha valami értelmeset is vennél, nem mondjuk itt a mellkasomat. Dani! Ja, várj, bocs, de közben babrálok. Jaj, nem kellett volna ezt csinálnom az előbb. Nem szép dolog. Nem szép dolog, Oliver, egy mutatság. Na most ezzel mit lehet kezdeni? De nem, én miért mutattam az előbb? Azóta csinálja, mert neked ezt csináltam egy... Nem szép dolog. Na, igen. Szóval itt lesz Olivernek a magasságmérője. Wow. Ezek amúgy, ez is rá a design, meg az ajtódísz is, ez a kis kopogtató. Igen. Hány centi vagy ott? Hát ezt majd be kell lőni, mert most nem tudom, hogy hova kell feltenni, de ez is rád vár. Ne. A legtöbbet hangzott szó anya szájából. Igen, elterveztem, hogy itt tök jó kis... Ne. Úgy látom, hogy ma inkább ti vagytok egy hullámhosszon. Majd anya összeszedi nyugodtan. Na igen? Ne. Mondtam, hogy ezt mondja. Lehet ez így nyenyézik, nem a gyerek. Megy a balat kérdezik. Valaki ízben, tanukas. Jó, te szépen barátoztam, fiúk. Hogy időt bekapcsolt egy zenét, és elkezdte táncolni. Jó, kicsit el vagy szétgyűlve. Állj meg. Ó, igen, mutatom, mit mutass meg. Hogy tudod csinálni, hogy zár? Ezt én tanítottam neki. Jaj, most el van szétgyűlve, ne produkciózzon most. Terpesz. Zár. Terpesz. Zár!
Jaj, Google. Kicsit meg... Google. Feláll. Hopp. Ugrik. A legügyesebb kisfiú. Terpesz. Terpesz. Zárd. Jó, köszönöm. Amúgy ezzel a forgással, szétveréssel kapcsolatban van egy zseniális videónk, de azt nem lövöm le, majd a Dani a következő videójába belerakja nektek. Hihetetlen jó. Ugye, Dani, készülsz nekik videóval és beleteszed ezt. Ezek most már egyetlen. Apa, készen áll az indulásra. Sziasztok, megyek tekerek egy kört. Picózik a Dani most egy nagyot, mi meg maradunk itthon. Utána megyünk közösen játszóterezni. Miért olyan gyorsan megjössz? Szerintem mi azt le tudjuk. Szerintem így, hogy 20 fok van és ilyen későn sötétedik, szerintem még a játszótéren lesztek. Azt gondolom, lehet. Igen. Jó van, de most olyan fájós a búcsú mostanság, nem? Igen. Kicsi Oli nagyon nehezen viseli el, ha elmegy a fa. De mi meg addig szundítunk egy nagyot, jó Manu? Ja. Szundikálunk mi addig egy kicsit. Apa elmegy most. De el kell menni apának. Semmi baj életem. Jó, ne aggódj, apa elmegy, te alszol egy nagyot. Aztán meg megyünk játszira, jó? És utána meg apa jön haza. Hát, ezt még nem érti meg. De azért próbálkozunk. Apa, menjünk végre, hogy mi tudjunk aludni. Pápá! Szia, apa! Na hát, ahogy elment Dani, sikerült Oliver letennap aludni. Valószínűleg a Dani azt hoppörget ilyenkor, és hát az Istenet se tudtam addig letenni, ameddig ő itthon volt. Szépen elment, megnyugodtunk, és már alszik is a kismonó. Úgyhogy egy kicsit egyszerűbb dolgom volt most. Addig én kihasználom az időt, egy picit dolgozom, de amit igazából szeretnék csinálni, az most egy őrületes nagy pakolás, mosás, szárítás, mert ugye húsvét előtt vagyunk, az előző hétvégét, tehát most nemrég értünk haza Gyuláról, ott töltöttük a hosszú hétvégét, aztán holnap már indulunk is tovább Pécsre, úgyhogy ezek az őrületes utazások egyébként csak egyetlen egy szempontból nagyon nehezek, hogy egyfajtában pakolnom kell, és most talán, ha látnátok, hogy mi van a szobában, a táskákban is, úgyhogy most ebbe bele kell húzzak, aztán pedig, ha marad időm, akkor őszintén szóval szeretnék egy kicsit aludni, bár esélyem nincsen, mert már ugye letettem Olit, mire ezt itt egy kicsit e-mailezek meg, mire megcsinálom a ruhákat, addigra pont föl fog ébredni, de nem baj. Aztán pedig irány tovább majd a játszóra. Tehát képzeljétek, másfél óra alvás után Oli még mindig én nagyon kómásan ébredt. Láttam rajta, hogy valami nem oké, kereste Danit, úgyhogy megfogtam, felemeltem, megölelgettem, kicsit sétálgattam vele a lakásba, és csak azt vettem észre, hogy alszik így a mákosomon. Ilyet nem nagyon szokott csinálni, úgyhogy nagyon óvatosan sikerült leülnöm az ágyba, és még egy fél órát aludt rajtam, úgyhogy kihasználtam ezt a szitut, és néztem egy kis sorozatot. Aztán elindultunk a játszótérre, hármasban Oliver, én és a kukásautó. Mit fogsz csinálni a kukásautóval? Játszol majd vele? Igen. Ugye ennek annyi a története, hogy reggel ugye 3-8-kor indultunk futni, és nem voltam még ilyenkor futni vele, és hát tele van a város kukásautók. Úgyhogy ez a legjobb futásunk volt ever. Ő annyira élvezte, mint az állat, mindenhol meg kellett állni, megnézni a kukásautót, úgyhogy ennek hatására most nyilván a játszótére ő is magával szerette volna ezt hozni. Anya! Igen? Anya! Bujócskáznak a gyerekek? Néni. Néni? A néni meg hintázik. És te mit csinálsz? Mivel játszol? Olyan jó, hogy egyre többet játszik a homokozóban, konkrétan sötétedésig ott ültünk, és ő csak öntögette a homokot a kukásautóba. Vagyis nem a sötétedésig, hanem addig, ameddig Dani meg nem érkezett. Ki jön ott, Oliver? Megérkezett apa! Látod, szívem? Ki van itt? Szia, apa! Bizony! Most ő nagyon jót játszik, köszönjük szépen, apa. Jót bicikliztél? Nagy. Elfáradtál? Akkor gyere, csücsülj le ide mellénk, homokozzunk. Látszik a homokozó? Jó. Juhú, de jó! Szia, Oliver! Szia, Oliver! Hát igen, Danival sokkal-sokkal izgalmasabb dolgokat csinálnak, mint például ez a bicikli, vagy felmásztunk a várban, meg nagyokat csúszdászunk, úgyhogy nagyon jó kis családi program lett itt a végére. Aztán ránk zárták a játszóteret, úgyhogy elindultunk haza. Megy haza a csapat! Erre?
Most pedig itt vagyunk, mindjárt 9 óra, Oli még javában játszik benn Danival a szobában, most így az idő átállítás miatt csúszott nekünk is az alvás, 9:30, 9:30-kor szokott elaludni, ami az elég durva, mert már én is tök hulla vagyok nap végére, úgyhogy nehéz, de szerintem ez majd át fog állni, csak egy kicsi idő kell még neki. Amit meg szerettem volna mutatni, de már nem lesz rá idő, energia, az, hogy Olinak vettünk egy kis asztalt székekkel, végre tudjam már rajzolgatni, gyurmázni, meg ilyesmi. Úgyhogy ezt majd egy következő videóban megmutatom nektek, meg hát nincs összeszerelve. Dani nem volt itthon, úgyhogy igazából ezért nem mutattam meg nektek. A másik, hogy vettünk az IKEA-ból végre könyveknek polcot, ezt is szeretném, hogyha felszerelni, úgyhogy be fogom hajtani rajta. Remélem, hogy tetszett a videóm, én most így elköszönöm tőletek, de remélem, hogy lesz húsvéti vlog. Igen, és igyekszem több videót csinálni. Sziasztok! Nagyon ügyesen visszadohom a kocsit.